Az Európai Unió támogatási csomagot különített el a mezőgazdaság és az élelmiszeripar felzárkóztatására. Ugyanis az elmúlt 30 évben a két ágazatban foglalkoztatottak és a szakemberek száma is drasztikusan csökkent. Nagyszomba, Nyitra és Pozsony megyei cégek kaptak támogatást a Rába Dunavág Európai Területi Társuláson keresztül. A KKV Unión 258 ezer eurót nyert el. A cég, amely többek között speciális italfajtákat készít, az új gépekkel magasabb szintre emeli a készítmények minőségét és megerősíti piaci pozícióját. Az italgyártáshoz való víztisztítót, vízlágyítót vettünk, ami nagyon segít abban, hogy baba minőségű vizet tudunk gyártani. Vettünk egy pasztorizőrgépet is, ami nagyon előre haladt a technológiával, és arra nagyon jó, hogy egyszerre több mennyiségű italt tudunk lepasztorizálni, és ezzel nem károsítjuk a ital minőségét. Tönkőitalokat készítünk főleg, amik a saját búzánkból van, a saját földjeinkről, és amit nem tartalmaznak semmiféle konzervációs anyagot, semmiféle festéket. A szlovák-magyar határon átnyúló csomagból 6 millió 500 ezer euró az úgynevezett nagy pályázatokon keresztül, ami ide jutott az elmúlt 7 évben Nagyszombat megyébe, a kis pályázatokból pedig 1 millió érkezett. Ebből a támogatásból malomfelújítás, történelmi épület modernizációja és cégek új gépeinek vásárlása valósult meg, elsősorban a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban. A jövőben a régió idegenforgalmát szeretnék fejleszteni. Csoportosítani kell majd hasonló aktivitású idegenforgalmi szubjektumokat a régióinkban, és ezek tudnak aztán majd pályázni közösen. Hát itt azért ebben a régióban elsősorban a vízi turizmus az, ami a legjelentősebb, tehát akár a termálfürdők, akár a Kis- és Nagy-Duna, az a terület, amire szeretnénk pályázni. A Rába Dunavág EGTC a jövőben is tájékoztat az aktuális pályázati kiírásokról, és segíti a pályázatírást.